Sziasztok! Most, hogy 25-30 centi hó esett, gondoltam, hogy itt az ideje egy kis napelem helyzetkép videónak, ugyanis végül is január 2026. január eleje van, most már azért van tapasztalata rendszerrel, és hát az előbb le is takarítottam a napelemeket, ugye már a rendszerkészítő videónál elmondtam, hogy szerintem az egyik előnye az lesz, annak, hogy nem a háztetőre telepítettem, hanem ide az udvarba, illetve a kerítésen kívül a részben a kerítés oszlopokat is felhasználva, hogy ugye így könnyű hozzáférni. Tehát, hogyha bármit cserélni, javítani kell, vagy tisztítani kell, akkor nagyon könnyű lesz. Hát megmutatom, hogy hogy csináltam. Go down night, Can I rest in peace? Gray man in the silver rain. See the man with the bad brain. It's sor az pedig még egy 5 fokkal meredekebb, ha jól emlékszem az 60 fokos, még ami az udvarban van az 55, és ez a meredekség már elég volt ahhoz, hogy magától lecsúszson róla a hó, úgyhogy ezt nem kellett takarítani, ott azért kívül alóla eltakarítottam, a, ellapátoltam a lecsúszott havat, hogyha még esik, most megint elkezdett szellingozni, akkor tudjon majd hova csúszni. A másik dolog, ami miatt ezt a videót meg akartam csinálni, az egy picit a jövőbeli terveim, ugyanis hát arra rávilágította az elmúlt, most már szerintem több mint egy hónapos időszak, amikor szinte végig borult volt az idő, nyilván ahogy ezt ti is tapasztaltátok, tehát ilyen, nem tudom én, november vége Óta egy borult az idő, és nem is csak ennyire fehér, hanem ilyen szürkeség volt. Nagyon sokat, hát olyankor egyszerűen bármennyi napelem se elég, és hát ugye az bebizonyosodott, hogy akuból sem vagyunk jól ellátva, hiába van teljes töltöttség mondjuk délután, este felé, mivel két klíma látja a házunknak a fűtését, azok nem, az a 12 kWh órányi akku, ami beépítésre került a rendszerbe, az nem elég ahhoz, hogy ezek reggelig ezek tudjanak működni róla, hanem ilyen hajnali két-három óra körül kiszakott fogyni, vagy hát lemegy az akku 25% töltöttségig, úgy van beállítva az inverter, hogy addig hagyja őket meríteni. És hát igazából az lenne a kényelmes, meg a célszerű, hogyha annyi kapacitásunk lenne, hogy reggelig, legalább reggelig, vagy délőttig, amíg újra töltődni nem kezd, addig kitartson, és tudja folyamatosan működtetni a klímákat. És hát ugye ezért bővíteni akarom a rendszert, és ezt meg lehetne tenni úgy is, hogy egyszerűen csak beszerzek még ugyanilyen akkumulátorból egy-kettőt, és akkor ezzel megnövelem a tárolókapacitást, de nem így döntöttem, és két okból sem. Az egyik, hogy valójában ez az akku, amilyenből nekünk kettő be van építve a rendszerbe, ez egy kifutó modell, most már nem nagyon lehet kapni, meg egyeztettem a dejével, ők is azt mondták, hogy inkább most már szerint, egy, egy, szerintük érdemes lenne egy újabb modelljüket használni, és a másik ok, és ez meg még fontosabb ok, amiért úgy döntöttem, hogy nem az lesz, mert ugye a különböző akukat nem lehetne egy rendszerre rakni, tehát már emiatt a, egy másfajta új típusú akúval nem tudnám bővíteni a jelenlegi rendszer. De a másik, ami miatt úgy döntöttem, hogy nem ez a megoldás lesz, az az, hogy valójában a napelem kapacitás bővítése sem ártana, hiszen ilyenkor télen, amikor nem nagyon süt a nap, akkor ugyan van termelés, most jelen pillanatban is 1 kw többet termel a rendszer, pedig ilyen teljesen borult az idő, de ezért ez nem sok, ennél több jobb lenne, és hogyha napelemmel is bővíteni akarom a rendszert, akkor azt viszont már nem tudná kezelni a jelenlegi 6 kW-os inverter, mert ez nagyjából ezt a 20 napelem táblát tudja maximálisan kezelni, és ezért emiatt a két ok miatt döntöttem úgy, hogy valójában egy új, egy második rendszert fogok csinálni, egy a tervek szerint ugyanúgy 6 kW-os inverterrel, és szintén 20 napelem távlával egy a másiktól teljesen független második szigetüzemű rendszert fogok csinálni. Tulajdonképpen egy nagyon hasonlót az előzőhöz, és így a háznak a fogyasztóit két részre fogom elosztani, és a ház egyik fele az egyik rendszerről, a másik fele pedig a másik rendszerről fog működni. És így hát az új rendszeren, amihez a tervek szerint egy 16 kWh-s fog érkezni, szintén majd a dejétől annak a, arról fog menni a fűtés és az a 16, kilovatt-órányi kapacitás, hogyha csak a fűtőklímákat kell működtetnie, az valószínűleg elég lesz reggelig, és a másik rendszerről, a most meglévő rendszerről fog menni a háznak a többi része, és ahhoz meg az a 12 kW szintén elég lesz, és úgy pedig már a 40 darab napelemtábla több mint 18 kilovattos maximális teljesítménnyel az még borús időben is azért elég jól fog tudni majd termelgetni. és így, hogy letakarítottuk a napelemeket, és egyébként látod, nem látod, borús ugyan az idő, de nem olyan szürke, hanem inkább ilyen fehér. Így termelés is van. Itt látszik, hogy 1,26 kW az, ami jön befelé, hát szerintem ennyiért azért már érdemes letakarítani a napelemet. Most egyébként itt a sörfőző cuccok egy kicsit eluralkodtak az inverter környékén, de a lényeg, hogy az új rendszert is dejéből akarom megcsinálni, méghozzá azért, hiszen teljesen bevált, most már ugye március óta működik a rendszer, és azóta tökéletesen hiba nélkül, nagyon halk, olyankor többen kérdezték, hogy hogy lehet az, hogy ennyire halk, mert nekik más inverterük van, és az folyamatosan hangosan zúg. Hát ez egyáltalán nem, ezek olyanok, hogyha amikor maximális befelé jövő teljesítmény van, és közbe tölti az akut, meg megy a sütő, meg bármi, tehát tényleg, amikor maxon dolgozik az inverter, akkor ugyan van benne aktív hűtés, de akkor is olyan halk, hogy ilyen egy méter távolságból lehet hallani, de annál messzebbről egyáltalán nem. Ez valamikor április-májusban Következik majd el, akkor fogom tudni elindítani ezt a projektet, és akkor természetesen arról is lesz egy részletes videósorozat. Megmutatom az új akut, meg az új invertert is, meg azt is, hogy, hogy hogyan fogom az egészet megcsinálni. Az a terv, hogy például ide a ház előtti. Ilyen fémszerkezetre, illetve annak az átalakításával kialakított erősebb fémszerkezetre is kerülnek majd napelemek, egyfajta tetőként, meg egyébként itt ez a domboldal, ez ennek a nagy része el lesz szedve, és egy pincét fogok építeni alá, ez lesz az idei év egyik nagy projektje, és arra gondoltam, hogy a pince fölött is egyfajta árnyékolóként napelemtáblákat fogok elhelyezni és egyrészt ez a helyi kihasználás miatt is jó lesz, hiszen nem az udvart fogja foglalni a napelem, másrészt meg a pincének sem fog ártani az árnyékolás, mert majd el kell emelni a földtől, hogy alatta ki tudjon szellőzni, ne meg a meleg levegő, de ezek már részletkérdések, csak mondom, hogy Ilyen elképzeléseim vannak, de ahogy mondtam, erről lesz majd egy részletes videósorozat valamikor április-májusi indulással. Az a terv, hogy majd lesz valamikor március-áprilisban egy olyan összefoglaló videó, ami bemutatja az elmúlt egy év tapasztalatait. Egyrészt, hogy maga a rendszernek a komponensei hogy váltak be, hogy teljesítettek, eddig egyébként minden hibátlanul tökéletesen működik. És hát természetesen abban a videóban lesz majd számolgatás is, hiszen én tudom, hogy vannak olyanok, akik az ilyen napelemrendszer megtérülésénél csak a, a, az anyagi oldalát látják, azzal együtt, hogy szerintem nagyon fontos része az, hogy valami fajta függetlenedés irányába elmozduljak, és sokkal kevésbé függiek a szolgáltatóktól, de aki, akinek tényleg csak az számít, hogy kiszámolja, hogy eddig mennyit költött a villanyszámlára, és akkor utána ebből mennyit tud lefaragni a, a napelemrendszerrel az ő számukra is tudok majd adatokkal szolgálni. Idén 2026-ban is bővségében leszünk a napelemes tartalmaknak, úgyhogy iratkozz fel, ha még nem vagy és érdekel. Ez a téma, remélem, hogy ez a mostani videó is hasznos volt, vagy legalábbis felkeltette az érdeklődését, Tehát, hogyha igen, akkor kérek egy lájkot is, és találkozunk hamarosan. Sziasztok!